Köszöntök mindenkit! Ebben az oktató videóban az Axis VM SE1 moduljának új funkcióját, a helyi spektrumok megadási lehetőségét mutatjuk be. Első lépésként tekintsük át röviden a helyi spektrumok elméleti hátterét. Az MSZN 1998-1 szabvány szerint a rugalmas spektrum alakját az ábrán látható paraméterekkel lehet jellemezni. S a talajviszonyoktól függő erősítést veszi figyelembe, a TB, TC és TD periódus idő pedig a spektrum lefutását határozzák meg. F0 a plató és a maximális talajgyorsulás arányát adja meg, melynek fix értéke a szabvány szerint 2,5. Pontosabb vizsgálatok hiányában a paraméterek felvételére a szabvány útmutatást ad, definiálja azokat. A szabvány szerint az ábrán látható rugalmas válaspektrumok közül Magyarországon a földrengés intenzitásának vonatkozásában az egyes típusú spektrumot kell alkalmazni. Ezen belül az alkalmazandó spektrum alakját a helyszínt jellemző talajtípus határozza meg. A szabványos spektrum alakjának definiálásával a spektrum ordinátai ezután csak egy paramétertől, a maximális talajgyorsulástól függenek. Ez a szabvány részéről egy egyszerűsítés, ugyanis a különböző helyszíneken ettől eltérhet mind a spektrum alakja, mind az egyes ordináták, így például a maximális talajgyorsulás és a plató aránya. Az egyes országok a nemzeti mellékletben az ajánlástól eltérő paramétereket is definiálhatnak, illetve lehetőség van a paramétereket az egyes tervezési helyszínekre akár egyedileg is meghatározni. Ennek előnye, hogy a spektrum a lehető legjobban követi a tényleges, helyszínre jellemző spektrumot, mely kedvezőbb eredményre vezethet az esetlegesen konzervatívan meghatározott, szabványos spektrális alakkal szemben. A helyi spektrumok meghatározása összetett szeizmológiai, statisztikai módszerekkel történik. Az úgynevezett veszélyeztetettségi vizsgálattal meghatározhatóak a helyszínre jellemző veszélyeztetettségi görbék. Ezek a görbék egy adott periódus időhöz tartozó spektrális gyorsulás intenzitását adják meg az 50 év alatt bekövetkező túllépési valószínűség függvényében. A tervezéshez alkalmazott rugalmas válaspektrum definíció szerint 50 év alatt 10%-os túllépési valószínűséget reprezentál. Ez alapján a veszélyeztetettségi görbékről leolvashatóak az összetartozó spektrális intenzitás értékek, és meghatározható a helyi rugalmas válaspektrum. A BME munkatársai az ország teljes területére meghatározták a helyi spektrumok többféle talajosztályra. A spektrumok alakja minden helyszíne egyedi, így az adatmennyiség csökkentése érdekében minden spektrumra definiálták a spektrumot legjobban közelítő, a korábbiakban már bemutatott szabványos F0, S, TB, TC és TD paramétereket. A paramétereket a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott helyi spektrumok tervezési segédlet közli. Az oktató videóban a Budapestre meghatározott szabványos és helyi spektrumokat fogjuk alkalmazni a helyi spektrumokkal elérhető gazdaságosabb tervezés szemléltetéséhez. C talajosztályt vettünk alapul. Nagyon fontos, hogy az új kamarai ajánlás új talajosztályokat vezet be, melyek ismerete és besorolása a kiadvány alapján történik, és az a geotechnikus feladata. Az új besorolás szerint a helyi spektrumunkat C2M osztályként vesszük fel. Már a spektrum felrajzolásakor szembetűnő a két spektrum közötti különbség. Mind a rövidebb, mind a magasabb periódus időknél számottevő csökkenés érhető el a helyi spektrum alkalmazásával. A következőekben két mintapéldát fogunk bemutatni. Egy sűrű bordás vasbetonhidat az alacsonyabb periódus idők tartományában, illetve egy vasbeton épületet, melyet magasabb periódus idők jellemeznek. Az első példánk egy viszonylag egyszerű, négyszintes vasbeton lakóépület. A szerkezetbe foglaló mérete 25x25 méter, a szintek magassága 3 méter. Az alaplemez 50, míg a födémek 30 cm vastagok. A födémeket a raszterekben 20x80-as gerendák támasztják alá. A sarkokban 35 cm átmérőjű köroszlopok, közöttük pedig a peremeken 20x40-es téglalapszelvényű oszlopok találhatóak. Az épület fő teherhordó eleme
A mag 6,8x6,8 méteres befoglaló mérettel rendelkezik, és 20 cm-es falakból áll. A beton minőség 25x30, illetve a szokásos S500B, illetve C betonacélt alkalmazzuk. Az alaplemez, a födémek és a falak héj elemekből állnak, az oszlopokat gerenda elemekkel, a gerendákat pedig borda elemekkel modellezzük. Az épület megtámasztását az alaplemezre definiált felületi támaszt nyújtja, melynek rugóállandója 10^5 kN per négyzetméter per méter a függőleges, és ennek a tizede a vízszintes irányokban. Fontos, hogy a dinamikus számításhoz a talaj dinamikus merevségét vegyük figyelembe. A földrengés vizsgálathoz az épület súlyát a programmal számítatjuk automatikusan, a további állandó terheket, mint például a rétegrend, illetve a hasznos terhek kvázi állandó részét egy 5 kN per négyzetméteres felületi teherrel vesszük figyelembe. A hálózás esetén a híddal ellentétben csak a héjelemeket és ezzel együtt a bordaelemeket hálózzuk és osztjuk fel, ugyanis nem szeretnénk, ha az egyes oszlopok felosztásával az oszlopok egyedi rezgés alakjai is megjelennének a rezgés vizsgálat során. A rezgés vizsgálatra kattintva az előző példában látott módon beállíthatjuk a kívánt rezgésanalízis paramétereket. Az előre elkészített kvázi állandó kombinációnkat alkalmazzuk, ami gyakorlatilag az önsúlyt és az 5 kN per négyzetméteres felületi teret tartalmazza. Számítsunk 10 alakot. A merevség csökkentés fülön itt is definiálhatjuk a berepett betonhoz tartozó csökkentési faktorokat. Oszlopok és gerendák esetén a normál merevség, mint azt az előző példában láthattuk, maradjon 1-es szorzóval. A nyírásit, hajlításit és csavarásit pedig 0,5-re állítjuk. Falak esetén a globális fal síkjában történő hajlítási merevség csökkentéséhez a fal normál merevségét is csökkentenünk kell. A födém esetén viszont erre nincs szükség, így a normál merevség faktorait maradjon 1. Ezek a beállítások általánosan használhatóak az Eurókód szerinti merevségcsökkentés figyelembevételére. A födémek átalakítása diafragmákká opció nagyban meggyorsítja a számítást. Az, hogy a födém valóban diafragmaként működik-e, az Eurókód szerint a födém egyszerű deformációs vizsgálatával ellenőrizhetjük. Ha valós, deformálható héjként számítatjuk a födémet, azzal sosem vétünk el hibát, azonban számolni kell a nagyobb számítási kapacitással és idővel. Épületek esetén elegendő az X és Y tömegeket figyelembe vennünk. A program egyik nagyon hasznos funkciója, hogy képes egy adott magasság alatt a tömegeket figyelmen kívül hagyni. Ez tipikusan földben lévő szerkezeti részek, dobozalapok, alaplemezek és egyéb alapozások esetén egy hasznos funkció, ugyanis ezek a szerkezeti elemek nagyon mereven viselkednek, kismértékben járulnak hozzá egy-egy rezgés alakhoz, így a tömegük nem lesz megmozgatva. Ennek eredményeként a tömegrészesedések elemzésénél némely esetben több száz alak esetén sem tudjuk elérni a szabvány által megkívánt 90%-os összeget. A talajjal mereven együtt mozgó szerkezetekre speciális szabályok vonatkoznak, de amennyiben tömegük nem befolyásolja a kialakuló igénybevételeket, mint például esetünkben, úgy kivehetőek a tömegmátrixból. A példában az alaplemez tömegét szeretnénk figyelmen kívül hagyni. Az alaplemez mínusz 0,25 méter magasságban helyezkedik el, így csak a mínusz 0,24 méter feletti tömegeket számítatjuk a programmal. Ezután elvégezhetjük a rezgésanalízist. Az első alakunk sajnos egy csavarási alak, a második az Y, a harmadik pedig az X irányú lengés. A szerkezetünk közepesen lágy, az első alak körülbelül 0,6 szekundumos periódus idővel jellemezhető. Ellenőrizzük, hogy teljesül-e a szabvány által támasztott 90%-os követelmény. Láthatóan igen. Így tovább léphetünk a földrengés terhek definiálására.
Defináljuk a földrengési terheket. Első lépésként vegyük fel az épület szintjeit. A program a szinteket képes automatikusan felismerni, ezzel is megkönnyítve a munkánkat. Ezután definiáljuk a két spektrumunkat. Először nézzük meg a szabványos spektrumot. Az első példában bemutatott paraméterek alapján 1-es típust, C-talajt, 1,37 m/s négyzetes talajgyorsulást állítunk be. A fontossági tényező 1, a viselkedési tényező pedig 1,5. Egy ilyen párszintes épületet nyugodtan tervezhetünk alacsony duktilitási osztállyal. Ennek előnye, hogy minimális számú földrengésre vonatkozó szerkesztési szabályt kell betartani, az épület a földrengés vizsgálat elvégzése után gyakorlatilag az Eurocode 2 elvei és szabályai alapján tervezhető, ellenőrizhető. Az épület csavarása gyenge. Láttuk, hogy az első rezgés alak csavaró alak. Ez tipikus jelenség maggal merevített, alacsonyabb épületek esetén. Csavarásra gyenge épületeknél a közepes vagy magas duktilitási osztályra való tervezéskor a viselkedési tényezők csak kisebbre vehető fel, mint az elcsavarodásra nem érzékeny, falakkal merevített épületek esetén. Jelen példában alacsony duktilitási osztállyal számolunk, a viselkedési tényezőt 1,5-ös értéken hagyjuk. A függőleges spektrumot nem vesszük figyelembe, ilyen kialakítás esetén nincs számottevő hatása. A csavaró hatás épületek esetén, főleg esetünkben jelentős lehet, így példánkban is alkalmazzuk. A program automatikusan számítja nekünk a szabványos külpontosságokat a definiált szintekre. Ehhez pipáljuk ki a jelölő négyzetet. A kombinációs módok maradjanak alapértéken. A helyi spektrum definiálásánál ugyanezeket a beállításokat használjuk. A paramétereket az előző példában bemutatott módon definiáljuk. Ezután a statika fülön a lineáris számítás gombra kattintva elindíthatjuk a földrengés számítást. A futtatás után tekintsük át az eredményeket. Az elmozdulások gyors összehasonlításával nagyságrendileg láthatjuk a szabványos és a helyi spektrum közötti eltérést. Szabványos spektrum esetén 65 mm, a helyi spektrumnál 30 mm maximális elmozdulást kapunk. Az arány több mint kétszeres, ami jól mutatja, hogy a spektrumok közötti különbség magasabb periódus időknél igen jelentős lehet. Ezután nézzük meg a szintek földrengési érzékenységét. Vizsgáljuk meg a teta érzékenységi tényezőket. Ha ez a tényező 0,1 alatt van, akkor a szerkezet nem érzékeny a másodrendű hatásokra. 0,1 és 0,2 közötti értékek esetén a másodrendű p-delta hatást egyszerűsített módon az igénybevételek megnövelésével vehetjük figyelembe. 0,2 felett már tényleges másodrendű számításra van szükség, 0,3 feletti érték pedig nem megengedett. Ilyenkor merevíteni, erősíteni kell az épületet. A példában a teta érzékenységi tényező egyik esetben sem lépi túl a 0,1-es határt, így nem kell másodrendű hatásokkal számolnunk. A jelenleg számított eredmények a tervezési igénybevételeinket adják meg. Ezután áttérhetünk a szerkezet méretezésére. Földrengés esetén a födémek, gerendák és ilyen arányok mellett a pillérek sem mértékadóak, ugyanis a vízszintes terhek döntő részét a mag viseli. Természetesen ezeket is ellenőrizni kell, de most a példában ettől eltekintünk. Válasszuk ki a magot további vizsgálatra. A mag az alsó szintől a tetőig egybefüggő falpanelokból áll, melyeket gerendák kötnek össze. Ahhoz, hogy globális képet kapjunk a mag viselkedéséről, egy virtuális rudat definiáltunk, mely a teljes magot magába foglalja. Nézzük meg a virtuális rúd igénybevételeit. A virtuális rúd MY és WZ igénybevételeit összehasonlítva ismét több mint kétszeres különbség tapasztalható, amely sokkal gazdaságosabb tervezéshez vezet. A nyomatékok és nyíróerők egyébként a két irányban majdnem megegyeznek,
hiszen az épület kialakítása, tömegeloszlása és merevsége is az X és Y irányokban közel azonos. Most nézzük meg a nyíró feszültségeket. Szépen kirajzolódnak az átlós teherviselési irányok, valamint látható, hogy a gerendáknál jelentős nyíróerő alakul ki. Ennek oka, hogy a falpanelok külön-külön konzolként deformálódnak, a gerendák pedig együtt dolgoztatják őket, ami miatt jelentős nyíróerő keletkezik bennük. A maximális nyírófeszültség a szabványos spektrum esetén 8,6 MPa, míg a helyi spektrumnál ez több mint kétszer kisebb, kb. 4 MPa. A bevasalhatóság egyik feltétele, hogy a nyírófeszültség ne érje el a VRD max értékét, mely C25/30 beton esetén kb. 5,2 MPa. A helyi spektrum esetén a bevasalhatóság feltétele fennáll, így a mag alapgeometriája megfelelő. A szabványos spektrum esetén azonban kritikus zónák fedezhetőek fel. Szűrjük a nyírófeszültségeket a VRD max szerint. Ez alapján egyes falak és összekötő gerendák vastagítására lehet szükség, mely azonban merevség növekedéssel és újabb igénybevétel növekedéssel járhat. Ez esetben már el lehet gondolkozni a közepes duktilitási osztályra való tervezésen. A falakat az RC1 felületvasalási modullal tervezhetjük meg, vasalhatjuk be. Egyetlen falpanelt vizsgálunk a példában, melynek részletét előre definiáltuk. A falakra vonatkozó szerkesztési szabályok alapján a fal függőleges vasalási hányada minimum 0,2%, a vízszintes vasalásé pedig minimum 0,1%, vagy a fal függőleges vashányadának negyede. A maximális vashányad mindkét esetben 4%. A fal nyílgerincébe egy alapvasalást helyezünk el, melyet a fal perem zónájában a globális hajlításból keletkező húzott nyomot részen megerősítünk. A gerincben Fi12/15-ös hálót alkalmazunk, a függőleges vasalást pedig a peremen további Fi16/15-ös vasalással egészítjük ki. Ha a peremen lévő erősített vasalás vashányada magas, 2% feletti, akkor a perem tényleges oszlopként kezelendő, és azt kengyelezni, duktilis tervezéskor pedig abroncsolni is kell. Esetünkben ez nem áll fenn. Az egyszerűség kedvéért a teljes falpanelon azonos vasalást vettünk fel, természetesen a vasalás ritkítható lenne a magasság mentén. Ellenőrizzük le a megadott és szükséges vasalás különbözetét először a helyi spektrumra. Az X irányú vasalás esetén hiány jelentkezik a gerendák bekötésénél. Ezt természetesen további vízszintes, lokális vasalással meg kell oldani. Nézzük meg a globális hajlítás felvételéhez szükséges függőleges vasalást. A függőleges irányban a vasalásunk megfelelő, minimális túlépés csak a sarokban lévő csúcsokhoz. Ez alapján a mag helyi spektrummal számolva, illetve korlátozottan duktilis tervezést alkalmazva gazdaságosan bevasalható. Nézzük meg összehasonlításképpen a szabványos spektrum függőleges vasalására vonatkozó eredményeit. A nyírófeszültségek vizsgálatánál említettük, hogy a mag egyes falainak vastagsága nem megfelelő, nyírása nem bevasalható. Ezzel összhangban bevasalhatatlan részeket mutat a program. Ezt csak a fal vastagításával, vagy magasabb anyagminőség alkalmazásával orvosolhatnánk. Tekintsünk el most ettől, és nézzük meg, hogy nagyságrendileg mennyivel több hosszvasalásra lenne szükségünk. A gerincben 750 négyzetmilliméter per méter, a széleken 2100 négyzetmilliméter per méter az alkalmazott vasalásunk. Ez alapján minimum 70-80%-os többletvasalással kell számolnunk, amennyiben a falat a szabványos spektrumra szeretnénk megfeleltetni. A szükséges vasalás meghatározása után a második lépés a fal globális, rútszerű viselkedésének vizsgálata, ahol a kihajlás hatását is figyelembe kell venni. Ezt az RC6 modullal tehetjük meg. A falpanel vizsgálatára a falpanellal azonos szélességű virtuális sávot hoztunk létre. Válasszuk ki a virtuális sávunkat, és adjuk meg a fal például RC1 modullal már kiszámított vasalását. Ezt mi már előre definiáltuk, a fal két oldalán Fi12/15-ös vasalást alkalmaztunk,
melyet a széleken Fi16x15-ös vasalással erősítettünk. Lépjünk tovább a fal ellenőrzésére, ahol a már ismert normál erő kétirányú nyomaték határfelületet láthatjuk. A helyi spektrum esetén a kihasználtságunk megfelelő 72%-os, így mind a helyszerű, mind a rútszerű igénybevételekre megfelel a falunk. A szabványos spektrumot vizsgálva a kihasználtság 134%, mely a héjvasalás ellenőrzésekor is tapasztalható kb. 80%-os többletet jelent a helyi spektrumhoz képest. A falvasrányadal jelenleg 1,66%, a peremeken megközelíti a 2%-ot is. Mivel ez a viszonylag magas vasrányad a szabványos spektrummal többszörösen nem felel meg, esetlegesen el lehetne gondolkozni a közepes vagy magas duktilitási osztályra való tervezésen, melyel csökkenthetőek lehetnének az igénybevételek, és gazdaságosabb lehetne a tervezés. A duktilis tervezés azonban összetettebb és magasabb hozzáértést igénylő feladat. Időigényes a részletek kidolgozása, bevasalása, valamint egyes részletek vasalási hányadát is megnövelheti. Ezzel a példával megmutattuk, hogy egy közepesen magas periódus idővel rendelkező épület esetén a helyi spektrum alkalmazásával jelentős különbség érhető el. A helyi spektrum alkalmazásával egyrészt a kisebb nyílóerők révén kisebb falvastagság is elegendő a teherbírás igazolásához, másrészt láthattuk egy kiragadott falpanel vasalásánál, hogy a helyi spektrum figyelembevétele 70-80%-os csökkenést is jelenthet. A második példában egy háromnyílású, előre gyártott ígerendás vasbetonhidat vizsgálunk. A híd szélessége 14 méter, a nyílások hossza 25-30-25 méter. A hídfő 2 méter magas, 1 méter vastag, szélessége a felszerkezetnek megfelelően 14 méter. A közbenső támaszoknál keresztirányban 4-4 darab, 5,5 méter magas pillér kerül elhelyezésre 3 méteres távolsággal. A pillérek tetején pillér összefogó gerenda található, egyszer 1,2 méteres keresztmetszettel. Hasonló hidak tipikus hosszvasalási hányada körülbelül 1%, egy 16 Fi20-as vasalást eredményez. Tipikus nyírási vasalásuk pedig Fi12x20 vagy esetleg Fi12x15. A felszerkezet és az alépítmény között nyírási vasalással ellátott monolit kapcsolat található. A felszerkezet több támaszósított, folytonosnak tekinthető, míg a kapcsolat vízszintes mozgás nem, csak elfordulást enged meg. Az alapozás tipikusan cölöp alapozás, a hídfők alatt egyszer 5 darab, a pillérek alatt 2x5 darab 80 cm-es, 2000-2500 kN teherbírású cölöp található. Az anyag jellemzők C30x37-es beton és S500B, illetve C beton a cél. Most nézzünk meg néhány modellezési kérdést a híddal kapcsolatban. A híd összetett viselkedéssel jellemezhető. Figyelembe kell venni a térbeli viselkedést, az alapozás rugalmasságát, a háttöltés megtámasztó és merevítő hatását, valamint a berepedés miatti merevség csökkenést is. A főbb szerkezeti elemeket gerendaelemekkel vettük figyelembe, ilyen a pillér, az összefogó gerenda, a felszerkezet és a hídfő is. A szerkezeti elemek közötti külpontosságot merev elemekkel modelleztük. Földrengés vizsgálat esetén elegendő a felszerkezetet egyetlen gerenda elemmel modellezni, mert az tárcsaként működik a vízszintes terhekre, illetve elsősorban az alépítmény igénybevételeire vagyunk kíváncsiak, és így jelentősen meggyorsítható a számítás. Az alapozás merevségét a geotechnikus adja meg a cölöpkép és a cölöp erőelmozdulás karakterisztikája alapján. A rugalmas megtámasztás egy pontba redukált csomóponti támasszal vesszük figyelembe. A háttöltés megtámasztó hatását körülbelül 40 000 kN per négyzetméter per méter felületi támaszként modellezzük, de felületi támasz helyett egy pontrácsot képezünk merevelemek segítségével, így is gyorsítva a számítást. A háttöltés csak nyomásra dolgozik, mivel a válaszspektrum analízis lineáris számítás, a rugókat csak egy hídfőnél alkalmazzuk,
elkerülve így, hogy kétszer vegyük figyelembe annak merevségét, megtámasztó hatását. A felszerkezet és alépítmény közötti monolit nyílt kapcsolat nyomatékot nem képes továbbítani. Ezt a merev elemek közé megfelelő magasságba felvett X, Y és Z irányú merevrugókkal modellezzük. Ebben az egyszerű példában a földrengés vizsgálathoz figyelembe vesszük a szerkezet súlyát, melyet a program automatikusan számít, illetve a burkolat, korlátok, szegélyek súlyát, melyet a gerendaelemekre redukálva 60 kN per méteres vonalmenti teherrel veszünk figyelembe. A földrengés vizsgálathoz és a földrengési terhek definiálásához első körben el kell végezni a rezgés vizsgálatot. A rezgés vizsgálathoz létre kell hozzuk a terhek kvázi állandó kombinációját. Ezzel a kombinációval fogjuk lefuttatni a rezgés analízist, illetve ezzel a kombinációval kell majd figyelembe venni egyidejűleg a földrengési hatást is. Fontos, hogy a rezgés vizsgálat előtt elvégezzük a hálógenerálást a szerkezeten. A hálógenerálással létrehozott közbenső csomópontok fogják meghatározni a redukált tömegpontok helyét, és így a tömegmátrixot is. A felszerkezetet és a pilléreket is egyaránt 10 részre osztottuk a jelen példában. A rezgésfűre kattintva megtaláljuk a rezgés vizsgálat opciót. A vizsgálat előtt mentenünk kell a modellt. A beállításoknál kiválasztjuk az előre definiált kvázi állandó kombinációnkat. A meghatározandó alakok számát 15-re állítjuk, illetve a terhek átalakítása tömegé opciót választjuk. A konvergencia kritériumok maradhatnak jelen egyszerű példánál, egyes esetekben azonban szükség lehet az iterációk számának növelésére a pontosabb eredmények eléréséhez. A programban lehetőség van a rezgés vizsgálat és a válaszspektrum analízis esetére a beton berepet hatását egyszerű módon merevségcsökkentéssel figyelembe venni. Oszlopok és gerendák esetén a normál merevséget hagyjuk egyes szorzóval, a nyírási és hajlítási merevségeket pedig a szabvány ajánlás alapján pontosabb vizsgálatok hiányában vegyük fel 0,5-re. Mindegyik tömegkomponest és minden tömegpontot vegyen figyelembe a program, a tömegmátrix pedig maradhat diagonális a gyors számítás érdekében. A diagonális mátrix egyébként megfelelő pontosságú eredményre vezet, amennyiben a tömegpontok sűrűsége, azaz a hálózás megfelelő. A számítás lefutása után megtekinthetjük a rezgés alakokat. A híd felszerkezete a leglágyabb, a felszerkezet függőleges rezgéséhez tartozik az első alak. A második alak egy tipikus keresztirányú rezgés, a hosszirányú rezgés pedig az ötödik alaknál jelentkezik először. Nézzük meg az eredményeket táblázatos formában is. Itt láthatjuk az egyes alakokhoz tartozó frekvenciákat és tömegrészesedéseket is. Látható, hogy a szabvány által megkövetett 90%-os tömegrészesedés mindhárom irányban teljesül, mely azt jelenti, hogy elegendően nagy számú rezgés alakot vettünk figyelembe. A tömegrészesedések azt is megmutatják, hogy az egyes irányokban mely rezgés alakok a dominánsak. A frekvenciák alapján a hasonló kialakítású, előre gyártott ígerendás hidak merevek, alacsony periódus időkkel jellemezhetőek. A rezgésvizsgálat után definiálhatjuk a földrengési terheket. A terhek fűre kattintva létrehozzuk a földrengési teheresetet. A programban lehetőség van több földrengés definiálására, így egy azon szerkezet többféle földrengési teherre is vizsgálható. Ezt kihasználva két földrengési terhet hozunk létre. Az egyik a szabványos, a másik pedig a helyi spektrumhoz tartozik. A teheresetek és tehercsoportok fülön legörgetve válasszuk ki a szabványos földrengést. Az alkalmazott spektrumunk Budapestre vonatkozik. A talajosztály C, a maximális talajgyorsulás pedig 1,37 méter per szekundum négyzet. Az MSZN 1998-2 alapján a hídfőkhöz és a pillérekhez monolitikusan kapcsolt felszerkezet esetén a viselkedési tényezőt Q egyenlő 1-re kell felvenni. A híd fontossági tényezője 1. Függőleges spektrumot nem alkalmazunk, hidak esetén pedig a csavaró hatást nem kell figyelembe venni.
A kombinációs módokat automatikusan képezi a program. Lépjünk vissza a vízszintes spektrumra. Itt a program pirossal jelöli a szerkezet periódus időit. Látható, hogy az első pár mértékadó periódus idő a platón helyezkedik el. A második spektrumunk a helyi spektrum. Itt a legfontosabb lépés a helyi spektrum jelölő négyzet kipipálása, melyen lehetőség nyílik a már korábbiakban említett összes spektrum paraméter egyedi beállítására. Fontos látni, hogy a helyi spektrum esetén nem választhatunk ki talajosszályt, a talaj hatása a spektrum alakjában közvetlenül a paraméterekkel van figyelembe véve. A mérnöki kamara kiadványából kiolvashatjuk a C2M talajra és Budapestre érvényes paramétereket. A maximális talajgyorsulás értéke 0,75 m per szekundum négyzet. Az S paraméter 1,56, a TB 0,108, a TC 0,282, a TD 0,86, és végül az F0 2,78. A béta érték maradjon a szabvány által definiált 0,2-es értéken. A viselkedési és fontossági tényező ez esetben is egy, illetve a többi beállítást is az előző spektrum alapján vesszük fel. A szerkezet periódus idői alapján látható, hogy a helyi spektrum kedvezőbb alakja miatt lesznek olyan rezgés alakok, melyek már nem a platón helyezkednek el. A földrengési teher definiálásával a program létrehozza az egyes rezgés alakokhoz a helyettesítő statikai terheket. A statika fülön a számítás megkezdéséhez kattintsunk a lineáris számítás gombra. Többféle alakváltozást, illetve igénybevételt is összehasonlíthatnánk, azonban jelen példában csak az általában kritikusnak számító nyírási kapcsolatot és a pillért elemezzük tovább. Nézzük meg először a nyírt kapcsolat igénybevételeit. A hosszirányú nyíróerő a hídfőnél lényegesen nagyobb, mely a hídfő relatív nagyobb merevsége miatt alakul így. A pillér hosszirányú kapcsolati igénybevételei és hosszirányú nyíróereje gyakorlatilag elhanyagolható mértékű. A hídfőnél általában alkalmazott Fi 16/15-ös vasalás körülbelül 140 kN per méter tehervírással rendelkezik. Láthatóan az igénybevétel ennek többszöröse. A viszonylag merev hídfő nyílt kapcsolata egy tipikus kritikus pontja az ilyen félig integrált hidaknak. Hasonlítsuk össze a két spektrum eredményeit. Azt láttuk a rezgésvizsgálatnál, hogy a domináns hosszirányú rezgés periódus ideje a platóra esik. A helyi spektrum platója körülbelül 20%-kal kisebb értékű, mint a szabványos spektrumé, ez a kb. 20%-os csökkenés pedig az igénybevételekben is megjelenik. A keresztirányú vizsgálatnál szintén a hídfő a kritikusabb pont. Az igénybevételek alapján a pillér kapcsolata megfelelő a maga 2x140, azaz 280 kN per méteres tehervírásával. A hídfő szabványos és helyi spektrumokból kapott igénybevételeit összehasonlítva, a helyi spektrum esetén közel 30%-os csökkenést tapasztalhatunk, mely arányosan kevesebb anyagfelhasználást is jelent a tervezésnél. A csökkenés nagyobb mértékű, mint a hosszirányú rezgés esetén, itt ugyanis a spektrum karcsúbb alakja is közrejátszik. A helyi spektrum keskenyebb platója azt eredményezi, hogy a domináns keresztirányú alapperiódus ideje már nem a platóra, hanem a leszálló ágra kerül, mely további csökkenéshez vezet. Térjünk át a pillérre. Itt csak a keresztirányú igénybevételek a mértékadóak. A keresztirányú nyírás és nyomaték esetén ismét kb. 30%-os csökkenés érhető el az előbb említett okok miatt. Ellenőrizzük le a pillért az EC2 vasbeton modullal. Az alapbeállításokat meghagyjuk, csak a kihajlási hosszat vegyük fel 1,5-re mindkét irányban, ugyanis a befogásaink és megtámasztásaink rugalmasak, részlegesek.
Ezen kívül a kengyelkiosztást állítsuk be a vasalásunknak megfelelően Fi 12/20-asra. A közel 1%-os vasat előre definiáltuk. 16 darab Fi 20-as vasat helyezünk el. Az oszlopvasalásra kattintva megtekinthetjük a kihasználtságokat a mértékadó kombinációkban. A pillér a nyomás-hajlítás kombinációjára megfelel. Az 1%-os vasalás körülbelül 80 méter teljes híthossz alatt megfelelő szokott lenni, és esetünkben is megfelel még a szabványos spektrum alkalmazásával is, hiszen azt a mértékadó min-max kombináció is tartalmazza. Nézzük meg a nyírási kihasználtságot is. A pillér teherbírása az adott vasalással körülbelül 300 kN. A szabványos spektrum esetében ez nem megfelelő. A kihasználtságunk 130%. A helyi spektrum esetén tudjuk, hogy keresztirányban kb. 30%-os csökkenéssel lehet számolni. Ezzel a csökkenéssel már megfelel a pillérünk, így a tipikus kengyelezés lehet alkalmazni, nem kell megerősíteni a hidat. Összességében azt láthattuk, hogy jelent példában Budapestet figyelembe véve körülbelül 20%, de egyes, magasabb periódus időköz tartozó domináns rezgéseknél akár 30%-os csökkenés érhető el a helyi spektrum alkalmazásával. Ez a végleges tervezést arányosan gazdaságosabbá teheti. A csökkenés egyik oka a helyi spektrumok platójának alacsonyabb szintje, illetve az, hogy a plató keskenyebb és a spektrum leszálló ága kisebb periódus időknél kezdődik. Ebben az oktató videóban bemutattuk az Axis VM egyik legújabb és egyedülálló opcióját, a helyi spektrumok definiálásának lehetőségét. A két minta példában kitértünk néhány modellezési kérdésre, illetve összehasonlítottuk a szabványos és a helyi spektrummal való tervezést, ellenőrzést. A budapesti példa alapján általánosságban elmondható, hogy mind az alacsonyabb, mind a magasabb periódus időknél a földrengési hatás csökkenése tapasztalható a helyi spektrum alkalmazásával. A csökkenésben két tényező játszott közre, a plató értéke és a plató szélessége. Utóbbi esetben könnyen lehet, hogy egy merevebb szerkezet domináns periódus ideje, mint például a mintapélda hídja, a szabványos esetben a platóra, míg a helyi spektrumnál a leszálló ágra esik. A másik példa megmutatta, hogy a közepes periódus idők tartományában jelentős különbség lehet a két spektrum között. Összességében a helyi spektrum alkalmazása gazdaságosabb tervezésre vezethet, meglévő szerkezetek esetén pedig a szerkezet megfelelősége válhat igazolhatóvá. Így alkalmazásuk nagyobb beruházásoknál, de akár kisebb projekteknél is kedvező lehet. Meg kell azonban említeni, hogy a fent elmondottak általánosságban igazak ugyan, de kivételes esetekben, mint például a komáromi régió esetén, számolni kell az esetleges kedvezőtlenebb eredményekkel is. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!